Mester, ugye túl vagyunk a szezon rajton, ami a legfontosabb győzelemmel indítottuk az évadot. Maradéktalanul elégedett vagy az újpesteli mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel, vagy azért van, amiben fejlődnünk kell még? Hát egyértelműen van, amiben kell fejlődni, főleg az első félidő nem volt az igazi. De hát ezt mind a két oldalról lehet, hogy ezt ahhoz is kell besorolni, hogy ez az évad első mérkőzés, az első fél ideje volt. Kicsit idegesebbek voltunk, azt lehetett látni a középpályás játékosainkon, hogy nagyon sok labdát elvesztettünk és nem tartottunk meg, ami az erősségünk volt, de viszont ez változott a második fél időben, úgyhogy ilyen két különböző fél időt tudtunk játszani az Újpesttel, de pozitív volt az, hogy tartottuk a védelmet, és a játék előre is az első fél időben nem annyira volt produktív, a második fél időben nagyon jó védekezéssel és megszerzett második labdákból tudtunk támadásokat indítani, és ez hozta az eredményt is, és két szép gólt tudtunk rúgni. Két játékosra szeretnék külön is kitérni. Az egyikük Pécsi Ermin, aki fantasztikusan helyt állt újra a gólvonalon, és fontos védésekkel segített a győzelemhez a csapatát. Ilyenkor te is külön megdicséred a mérkőzés a lefolyás után, vagy ezt Balajca Szabi kapus edzőre hagyod? Megdicsértem őt nyilvánosan is, mert tényleg olyan kétszer beleszólt úgy a játékba, hogy lehet, hogy döntő pillanatok 0-0-nál is volt neki két olyan széfje, hogy megtartotta a csapatot. Ez mindig fontos a csapat számára, főleg ilyen mérkőzésen. És lehet, hogy másképp alakult volna az eredmény, hogyha 0-1-ről kell fordítanunk, de ez tényleg csak ilyen ténykérdés. De Ermin hozza magát, tehát nagy az a szerencsénk, hogy három olyan kapusunk van, a Leo, a Markek Tomi és a Pécsi Ermin személyében, hogy kiegyensúlyozottak, és tényleg jó szerepelnek úgy, mint az edzéseken, és ezt hozzák a mérkőzésen is. A másikuk pedig Lamin Koli, akiről szerettem volna külön beszélni. Laminnal kapcsolatban voltak ugye néha problémák korábban. Te sokszor ki szoktad emelni, hogy a fiatalok fejlődése szempontjával nagyon fontos, hogy olyan külföldi játékosok kerüljenek ide, akik példaképek tudnak lenni a fiatalok számára. Most már Lamin olyan szinten tud játszani, illetve a hozzáállása is olyan, hogy egyfajta példakép lehet a fiatalok számára? Hát ha így fogja folytatni, igen. De én azt gondolom, hogy ő találta meg a példaképét, tehát valaki alapján kezdett el dolgozni, mert ebben volt a legnagyobb gond a múltba, hogy besoroljuk őt, és ő is beálljon a sorba. Kicsit hátrányban voltunk a munkaterheléssel és a bírással vele szembe, és a kevés játékperccel egy automatikusan ezután. De most azért fölfogta azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy bekerüljön a kezdőcsapatba, és egy támadónak gólokat kell rúgni, és ezt ő most megteszi. Tehát komolyjá vált, és lehet, hogy komoly példaképpel fog tudni a jövőbe válni, de ehhez még nagyon sokat kell neki dolgozni. Hétvégén már várnánk a következő mérkőzés, ráadásul a Zalaegerszeg ellen, amelyen az utóbbi időben nem sikerült győzelmet ünnepelnünk, ugye 5 mérkőzésen. Mi kell ahhoz, hogy most vasárnap begyűjtsük a 3 pontot? Hát egyértelműen jó játék és türelem, tehát kompakt játék a védelembe, gyors támadások és persze a gól. Az, ami, hogy az Zalaegerszeg extra motivációval játszik mindig a Puskás ellen, ez nem titok, így lesz most is, nehéz mérkőzést várok el. Egy kompakt csapatról beszélünk, bár az első mérkőzésen másfél állásba játszottak, mint az utolsó idényben, nem 3-5-2-es vagy 3-4-3-as fölállás, de 4 védős rendszerbe játszottak az MTK ellen. De viszont ez változó lehet, de nekünk ez mindegy, tehát nekünk föl kell készülni arra, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk, egy nehéz Zalaegerszeg ellen, és meg szeretnénk nyerni ezt a mérkőzést természetesen.